Hatalmas volt a káosz Szombathely belvárosában abban az időszakban, amikor a járványhelyzet miatt központilag ingyenessé tették országszerte a parkolást. Akár fél órát is kellett körözni egy szabad helyért. Valamelyest javult a helyzet, mikor újra díjköteles lett a várakozás. A Vasi megyeszékhelyen is rengeteg az autó, ezért a városvezetés egy másoktól eltérő hibrid kedvezmény bevezetése mellett döntött. Januártól a sárga és a zöld zónában ingyenesen parkolhatnak a zöldrend számos gépkocsik. Magyarországon minden megyeszékhelyen gyakorlatilag ingyen parkolnak a zöldrendszámos autók, ezzel is támogatva a klímasemleges közlekedést. Egyedül Szombathely volt, ahol nem, és azt gondoltuk, hogy lépnünk kell ebben az ügyben. Mi is szeretnénk támogatni az elektromos járműveket. Ez volt az egyik elv. A másik elv viszont az, hogy a belvárosnak a leterheltségét, a zsúfoltságát nem szeretnénk tovább növelni, úgyhogy gyakorlatilag ezzel a megoldással sikerült így a két elvet összefésülnünk. A piros övezetbe tartozó belvárosi parkolókban fizetniük kell a zöldrendszámos autóknak is a várakozásért, kivéve ha a gépjárművet éppen töltik, annak időtartamára ugyanis nem kell fizetni. A március 15-e téren a 3-as övezetben viszont már ingyenes a parkolás. Csak a gumik surlódását lehet hallani, tehát se zaj, se más káros anyag kibocsátás nincs a tisztán elektromos autók esetében. Nagy Árpád több éve rajongója a környezettudatos technológiának. 3 éve használja ezt a gépkocsit, havonta több ezer kilométert hajtja. Döntését gazdasági szempontok is vezérelték. Az ingyenes parkolás lehetőségét már várták. Szerintem az egész zöld társadalom nevében beszélek Szombathelyen. Mi nagyon vártuk ezt a döntést az önkormányzattól. Magyarországnak 90%-ában ingyenes volt a parkolás a környezettudatos autósok felé. Voltak hírek, hogy valamikor ez Szombathelyen is érvényben, örülünk neki, hogy a 2-es zónában most már ingyen parkolunk mi is. Térkép mutatja a szombathelyi díjzónákat. Az 1-es övezetben 400 forint egy óra, a 2-esben és a 3-asban mostantól nem kell fizetniük a hibrid és a tisztán elektromos, azaz a zöldrend számos gépkocsik tulajdonosainak. Eddig a fél éves vagy éves bérletet 50%-os kedvezménnyel válthatták, ez most megszűnt.